Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! 2024. január 11-én új hold a bakban. Misztikus és gyakorlatias dolgok keveredése. Ráadásul az év első új holdja, amelyet erősít a Mars, és ez nekem nagyon tetszik. A Mars itt bőség energiát ad a megvalósításhoz. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon jó lehetőség az álmok valóságá válásához. A legtökéletesebb pillanat elkezdeni dolgozni az újévi fogadalmakon például. Új év, érdemes belevágni az új dolgokba. Ami nekem itt még nagyon-nagyon tetszik, hogy ezt az új holdat támogatja az Uránusz. Az Uránusztól várható valamilyen pozitívum olyan területen, mint barátok, közösség, technológia. Ráadásul az Uránus segít nekünk leküzdeni a félelmeket, a bizonytalanságot. Most is érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és természetesen a holdjegyet is. Rák. Mit jelent a rákoknak ez az új hold? Hát először is, ugye új hold a bakban, a rák, a bak csillagegye szemben van. Egymásra hatnak. Tehát a rák is egy nagy favorit. A 7-es szektort érinti, itt ez az új hold. A 7-es szektor viszont a kapcsolatok, a partnerség, a házastárs, az üzleti partner, bárki, akivel valamilyen kapcsolatban vagyunk, valamit intézünk. Na nézzük, a fekete macskák mit mondanak. A fekete macskák. Na nézzük. Nézzük. 1-es, júj, micsoda kártya, hát ez egy Jolly Joker, hát ez egy teli találat. Többet nem is kell húzni, A régi időkben, amikor kijött ez a kártya, ez ász, ez az érmik ásza, akkor abba is hagyták a jóslást, mert tudták, hogy minden csodálatos lesz, minden jó lesz. Micsoda kártya, 1-es, ez kezdés, olyan, mint az új hold. El lehet kezdeni valamit, és ez egy nagyon nagy lehetőség, mert az érmékásza mindig nagy dolgokat mutat. Ha pénz, akkor ez egy nagyobb összeg. Ha valamilyen kezdés, akkor ez egy hatalmas sikert fog hozni nekünk. Lakásvásárlást is szokott mutatni, házvásárlást szokott mutatni, tehát ilyen nagy dolgokat. Tehát ez egy határozott siker, ez nagy siker. Ó, micsoda kártyával kezdtünk. És egyébként én még a régi időket képviselem. Ezt szoktam mondani, szoktam hangsúlyozni. Természetesen nekem is kell haladni a korral. Régen nem volt internet, most van internet. Nos, hát húzzuk vagy hagyjuk abban. Húzzuk. Húzzunk még akkor. Haladjunk a korral, de hát ez egy csodálatos kártya. 10-es. Nézzük csak közelebbről. Botok, tűzenergia. Valamit elérünk. Mit lehet látni? Gyémánt bányom. Ó, nem semmi. Nem akármit elérünk, az értékes lesz. Az nekünk értékes lesz. Az érmék is értékek. Tehát érdemes itt valamit elkezdeni, és küzdeni érte. Érdemes. Új hold 11-e a csütörtök, 12-től ott már a legjobb energia. Elindítani valamit. 3-as nagy árkánom, zseniális. Az uralkodónő. Maga a komfort, maga a bőség, maga a gazdagság, maga a finomság, a szépség. Minden itt van. Az uralkodónő kimondottan a komfortot szereti. Tehát komfortos élet vár ránk,
Igen, határozottan igen. Micsoda kártyák. Micsoda kártyák, micsoda erős kártyák. Erős, pozitív energiákat kaptunk itt. Mert itt van pénz is, itt van bőség is, és itt van akarat is. Akarat is. Nos, van itt egy király, ez is akar jönni, jó, jöjjön. Nagyon jó akarat, amiről beszéltem. Megint egy tűz energiát kaptunk. Ez viszont a maga a lovak tűz energiát kaptunk, tehát akarunk tovább haladni, akarunk fejlődni, akarjuk elérni a célunkat, tehát senki és semmi minket nem állít meg. Zseniális, nagyon jó. És van itt egy ilyen csodálatos királyunk, kardok királya. Nagyon szeretem ezt a kártyát is. Miért? Mert ez maga a logika, ez maga az ész, ez maga a józan ész. A józan ész. Az információ, a kardok, ez maga az információ. És új hold, új lehetőséget, új információt adhat nekünk. Nagyon jó tanácsot kaphatunk valakitől. Például egy ilyen király fel tudja nyitni a szemünket, hogy nézd csak, hogy milyen lehetőség van előtted. Hát ragadd meg, ne szalaszd el. Ez a király ilyen. Nagyon gyakran vízöntő vagy ikrek vagy mérleg. Ez a király. A misztikus macskák mit mondanak? Most ilyen macskás kártyákkal dolgozunk. Mi van itt? Tűz. 8-as, megint tűzenergiát kaptunk, tehát itt dominál a tűzenergia, az akarat. Gyorsaság. Nagyon szeretem ezt a kártyát, mert gyorsan jöhet a siker. Kettő nagyon gyors kártyát kaptunk, a lovag is. Nagyon gyors, és ez a 8-as is gyors. Mind a kettő tűzenergia, mind a kettő botok. Botok. És ráadásul a legerősebb energia a tűzenergia. Tehát bármit, amit elérünk a botok alatt, az már fix, az már senki nem tudja tőlünk elvenni. Az már biztos. És itt van gyorsaság. Gyorsan elérhetjük ezt az anyagi sikert, igen. Igen. Ha itt valamibe belevágunk, akkor egyszerűen könnyen, lazán fogunk előre haladni. Azt is mondhatnám, hogy problémamentesen. Ez is benne van a pakliban, hogy ez általános kirakás. Ha nagyon szeretnék belekötni a kirakásban, akkor azt mondanám erre a tízesre, hogy azért itt lehetnek akadályok, de hát általános kirakás természetesen, hogy ahány élet, annyi forgatókönyv, de itt van jó kis erős tűzenergia elérni a célokat. Hát nekem ez nagyon tetszik, hát nincs mese. A legelső kártya már megmutatta nekünk, hogy nagy lehetőség azért előttünk van. Nem akármilyen lehetőség, hatalmas lehetőség. Ez egy Jolly Joker. Új hold, új energia, nagyon jó valamit elkezdeni. Még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó valamit elkezdeni. Valami nagy dologba belevágni. Sikerünk lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És még egy szó, amikor kijön ez a kártya, ez az uralkodó nő, akkor termékeny talaj van a lábunk alatt. Termékeny talaj. Tehát tessék itt valamilyen szenzációs dolgot elkezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!